Nagyon ideg van. Lass, Renáta, az első komoly feladat, a tükröt állíts be. Megvan. Milyen jól nézek ki. Mindegyikben. És most vezetni fogok. De előbb tájékozódj. Előbb jobbra, aztán balra, és aztán lassan előre. Állj már meg! Lassíts! Álljatok már meg! Renáta, nem az volt a cél, hogy kinyírd a nyugdíjasokat. Én nem tudnék ártani a kedves öreg néniknek. Gyerünk már, mozogjanak egy kicsit! Gyerünk, gyerünk, gyerünk! Meneküljenek, ha kedves az életük! Így sokkal jobb. Hogy képzeled, hogy üvöltözöl a gyalogosokkal? A zebrán elsőbségük van. De olyan vicces látni, ahogy megijednek. Kérlek, könyörgök, ne csinálj többet ilyet. Én képtelen vagyok vezetni ebben az országban. Csak nyugi. Végy egy nagy levegőt. Gondolj valami kellemesre. Egy utazásra a Kanári-szigeteken. Nem látok itt egy kanárit sem repülni. Jó, jó, akkor a Hawaii-szigetekre. Én jártam ott a nyáron. Az biztos nagyon jó volt. Az volt. Az utolsó estéig. Akkor levertem a hullahopp karikámmal egy gyertyát, és leégett a pálmaszoknyám. Tóth, te annyira vicces vagy. Akár egy bohóc. Szóval, csak gondolj valami kellemesre. Akkor majd a régi barátomra fogok gondolni. Juniorra. Anyám! Ez a szokásosnál is közelebb volt. Soha ne csukd be a szemed, amikor kanyarodsz, kicsim. Hát ez kész katasztrófa. Miről beszélsz? Összetapadt a szempilla festékem. Szűz anyám, szedd már alá! Mi a fenét csinálnak? Ha így folytatod, akkor végjünk! Ne ijedj meg! Ez a szempillafesték klinikailag tesztelt! Ne, én még élni szeretnék! Keresd magadnak másik tanárt! Látod, maradj itt! Én megígérem, hogy ezentúl óvatosabb leszek! Csak arról van szó, hogy nagyon zavar, ha nem tökéletes a sminkem! Semmi szükséged nincs sminkre, anélkül is gyönyörű vagy! Igazán?